Bálassi bácsi a baranyai futball nagyöregje, 83 éves, és a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranyai megyei igazgatóságától egy életmű díjat, életmű elismerést kapott, ami azt jelenti, hogy visszavonul a futballtól? Hát visszavonultam körülbelül 10 évvel ezelőtt. Most már csak tévé mérkőzések meg a tipmix játék elégít ki. Sajnos nem tudok menni térdeim miatt, plusz volt egy műtétem, ami komoly dolog, hát nem akarom itt szellőztetni, és remélem, hogy helyre fogok jönni, de akkor se futballal már nem tudok foglalkozni. Volt játékos, volt edző, volt vezető különböző helyeken, különböző pozíciókban. Melyik része volt a legizgalmasabb ennek a pályafutásnak? A labdarúgás. De viccet félretéve, hát a legszebb éveimet se én töltöttem, se én, ahol 9 évet edzősködtem. Azt mondom, mai világban kétszer rosszul megy a csapatnak, kirúgják az edzőt. Én azért bolyban 4 felett, Mágocson 3-at, Vajszlón 6-ot, ilyen éveim voltak. Ha a legszebbet és a legjobbat kéne kiemelnem, nem akarom megsérteni a többit, azért nem emelem ki, de Vémény, Seje, Mágocs, Bój, ez lenne a sorrend, és a végére hagytam, mondjuk a legszebb volt, amikor 2 éves szerződést írtam alá Mohácson, hogy 2 év alatt MB2-be kell kerülni, ez pártbizottság parancsa volt, 1 év alatt sikerült, és utána kirúgtak Matesz Imre. Került utána ide, hát nyilván válogatott, jó játékos volt, és elismerem, csak hát az a módszer, ahogy bekerültünk a MB2-be az osztályon, és 1 hét múlva már nem voltam ott. Mindig is egy életvidám alak volt, egy központi figura mindegyik csapatánál. Melyik közösségre emlékszik a legszívesebben vissza? Milyen, kik voltak azok a fiúk, akik a leginkább közel állnak önhez? Hát ez is szét kell, hogy szórjam, tudnék. Véminden, Bójba, Sején voltak jó játékosok. Azért egy Dárdai Pali neve, egy Fejfer, egy, már nem emlékszem, milyen László Laci került a Ferencvároshoz Sejéről. Megye 2-be egy MNK meccset, Magyar Népköztársaság Kupa meccsen bányáztuk ki. 1 évig volt nálunk, egy aranyos, tehetséges, rendes gyerek, hát B-válogatott lett a Ferencvárosba. Az volt a bosszantó, hogy az akkori Sejei vezetés ingyen adta oda, mert az elnökünk Nagy Fradi akkor volt. De sorolhatnám a Bencsik Vilét, a Rotferit, a Dárdai Lajost, aki a Palinak a testvére volt. Szóval számtalan jó játékosra emlékszem, és emlékszem számtalan jó vezetőre. Olyanra is 2 ki kell emelnem a sok közül. A Vémide TSZ elnök és a Sejei Víz társulat elnöke. Ők, most magyarul mondom, kicsit túlzásba viszem, azt se tudták, hol a pálya. Én 4 alatt oda melegítettem az egyiket a fiával, mert imádta Rotferit, hazavittem, itt volt a bőrgyárba. A másik meg ott a Sejei biztársát elnöke, az meg más területen tudtam megfogni, de mind a kettőből sportkori elnök lett. Úgyhogy nem csak játékos, hanem vezetők is voltak. Van-e olyan meccs, amely örökre emlékezetes, akár mert olyan parádés játékot hozott, vagy akár azért, mert nehogy Isten, olyan botrányos volt? Hát mindenképpen a nagyatádi mérkőzés kerül az érre. A Mohács-Vémény egyesülése után ugye a Megye bajnokságot nyertük, és ez az osztályozó mérkőzés, ez valami csodálatos élmény volt.
annál is inkább, mert az egész 4-5 ezer ember volt jelen a mérkőzésen Nagyatádon körülbelül. Hazafelé Szigetváron meg kellett állni, mert kordon ki volt veszítve, ünnepelték a csapatot. Mohács, Pécsen a pécsi játékosok nem szállhattak le, én se, irány Mohács, ott a TS pincébe. Hát egy csodálatos élmény volt végig. Azzal együtt, hogy a végén kirúgtak, ez egy kicsit elrontotta a hangulatot. Legendás a szervező tehetségéről is, még abból az időből, amikor annyira a számítógépek nem voltak divatban és használatban. Elevenítsük fel ezt az időszakot is, amikor ugye elkezdődött például a Baranya megyei öreg fiúk egyesületének megalakítása, hogy a visszavonuló játékosok azért még ne szakadjanak el a labdarúgástól. Milyen körülmények voltak? Hát akkor, amikor én parancsszóra oda kerültem, parancsszóra muszáj így mondanom, mert a Városi Labdarúgó Szövetség elnöke voltam, és abban, nem tudom hányban volt ez, megszüntették a Városi Labdarúgó Szövetséget, beolvasztották a megyeibe. És akkor hát velem is kellett valamit kezdeni, és akkor a Rákóczi István volt a TS elnök, és ő így találta jónak, hogy az öreg fiúk vezetését rám bízta magyarul, azért, mert az addigi vezető, Földi József beteg volt, és sajnos később ki is szállt, meg is halt 2010-ben, úgyhogy aztán teljesen én csináltam egyedül. De nem ragaszkodott az irodai formaságokhoz? Nem. Hát irodai formaságokat azért nem, mert az egyesületnek a, ugye minden egyesületnek székhely kellett. Én a saját házunkat, Antóni 86, jegyeztem be, és hát ott minek kell iroda, hát volt más, ahol tudtunk találkozni a csapatok vezetőjével. Hát volt két, egy söröző, meg egy presszó. Hát ezt elárulom. Mindenki tudta, hogy hova kell menni. És gondolom, akkor örömmel is mentek. Igen, hát elbeszélgettünk az élményekről. Befutottam, de örömmel nyugtázom, hogy az öreg fiúk, ez csodálatos élmény volt, az a pár év, amit köztük töltöttem, éppen azért, mert ez egy igazi amatőr labdarúgás, és nagyon megszerettem az öreg fiúk bajnokságát, a játékosokat, vezetőket, mindenkit. Aci bácsi, még egyszer köszönöm, és akkor jó egészséget kívánok. Köszönöm.